Megújult a burkolat, és egyúttal a parkoló is a Kishegyi utca sarkán. Bár a műszaki átadása a területnek nem történt még meg, az üzlettulajdonosok és az erre járók örömmel fogadták a komfortfokozó beruházást. Ez egy nagy forgalmú terület, és elég rendezetlenek voltak itt a viszonyok, tehát a lakótelep felől nagyon nagy a gyalogos forgalom lefele a város fele, az autóbusz pályaudvar fele, úgyhogy ez egy frekventált hely, azon kívül itt van az üzletsor, 6 üzlettel, elég nagy az gépkocsi forgalom, és jönnek-mennek az autók. Én úgy gondoltam, hogy ezt feltétlenül meg kéne oldani. Bagdi László azt is elmondta, hogy a talajból korábban kiemelkedő aknafedelet is lesüllyesztették. Képviselői keretét az elmúlt évben részben, idén pedig a teljes összegében erre a beruházásra fordította. Kevés volt erre a pénz, mert a teljes beruházás kb. 5,2 millió forintba került, és még a gazdasági bizottság céltartalékból jóvá hagyta rá kb. A másik felét. Tehát ez így oszlott meg. Most lesz rövidesen a műszaki átadás. Úgy gondolom az OBAO kivételező nagyon tisztességes munkát végzett. Most még ugye zöld felületek látszik, hogy van rajta még ilyen homokos földes rész. A zöld felület is meg lesz oldva, még egy kis fa is kerül ide. A képviselő úgy véli, közmegelégedésre történt meg a területrendezés. A parkoló mellett található üzletek tulajdonosai sem gondolkodnak másképp. Nagyon szép lett így legalább a környezetünk, sokkal több gépjármű tud parkolni, ezáltal kényelmesebben elfér mindenki, és ez nekünk is egy előnyös, szebb a környezetünk, és végre tehát alakul a város. Örülünk neki nagyon. Elképzelhető, hogy az önkormányzati forrásból felújított utcarészlet melletti magánterületnek számító szakaszt az üzlethelyiségek tulajdonosai a jövőben saját erőből felújítják.